A Románia fejlődését koalíció azt kéri a kormánytól, hogy ültesse életbe a szervezet által felállított prioritásokat a hazai gazdaság fellendítése érdekében. A magánszféra érdekvédelmi szervezete szerint ezen múlik majd, hogy Románia képes lesz-e kilábalni a járványok okozta válságból vagy sem. Kilenc prioritást fogalmaz meg a Románia fejlődésért koalíció gazdasági helyreállítási terve, amelyet megküldtek a kormánynak. A koalíció magába tömöríti az ország 23 legfontosabb, a gazdasági szereplők érdekeit védő szervezetet, amelyek egyébként úgy vélik, a járvány Románia létfontosságú szerveit érintette. Korábban is megéltünk válságos időszakokat, de azok kizárólag gazdasági jellegűek voltak. Most azonban a legfontosabb rendszerekre van kihatással a gazdaságra, az egészségügyre és az oktatásra. Szükség van arra, hogy mindannyian kivegyük részünket jóhiszeműen a válságból való kilábalás érdekében. A Románia fejlődésért koalíció ilyen tekintetben kilenc prioritást jelölt meg, ezek között szerepel az átláthatóság, illetve a bürokrácia csökkentése, a köz, illetve a magánbefektetések, a digitalizáció, a helyi és központi közigazgatási rendszer reformja, a kormány gazdasági csomagjai, a munkapiac és az oktatás reformja, valamint az uniós pénzalapok lehívása. Az uniós alapokat mindenek előtt a vállalkozások tőkésítésére, illetve a munkaerőre kell fordítani, illetve a már jól ismert európai prioritásokra, az intelligensebb, zöldebb Európa, a tagországok közötti kapcsolatok kiépítésére, a szociális, valamint az állampolgárokhoz közelálló Európa elveire. A szervezet tagjai a minimálbér emelésére is kitértek. Elmondták, egyetértenek azzal, hogy az országos minimálbért az inflációs rátának megfelelő 2,2%-kal növeljék, hiszen ez egy olyan képlet alapján történne, amely az infláció mellett figyelembe veszi a munkatermelékenységét és a gazdaság alakulását is. Mint fogalmaztak, ki kell alakítani azonban egy legkevesebb tíz évre szóló elképzelést, mert az elfogadhatatlan, hogy évvégén születik egy döntés, a vállalkozóknak pedig már januártól alkalmazniuk kellene.